Már a plakátokról is tájékozódhat a közönség arról, hogy a Sárospataki Művelődésháza Színház termében a tavaszi évadban milyen előadások várják majd a közönséget. Az elkövetkezendő időszakban is számos történet elevenedik majd meg a pataki színpadon, több műfajt felvonultatva. Csatlósné Komáromi Katalin igazgató elmondta, hogy az őszi-téli évadban is több mint 200 bérletet vásárolt a közönség a színházi estékre. A Művelődésháza és Könyvtár a őszi-téli rendezvény sorozatának a gerincét alkotja a színházi sorozat. Az elmúlt évadban a szokásos módon október-november, illetve december hónapban hirdettünk színházi előadást. Azt gondolom, hogy a közönség visszajelzései és a résztvevők száma igazolta, hogy ezekre a műfajokra és körülbelül ilyen kaliberű színészekre kíváncsi a sárospataki közönség. A legnagyobb látogatói létszámot a Marica grófnő színdarab bemutatásakor számláltuk. Ez volt az évadnyitó előadás. Mondjuk a zenés produkciók, így ez az operett is érződött, hogy mennyire elnyerte a közönség tetszését. Aztán két prózai darab következett, amelyeknek a szereposztása szintén úgy gondolom, hogy méltó volt a színházi környezethez. A tavaszi színházi évadban is színes kínálatból válogathat a közönség, amely ez alkalommal is parádé szereposztást jelent. Három előadásra kerül sor, ezek közül kettő könnyedebb hangvételű. Rögtön februárban egy parádés szereposztással kerül bemutatásra egy színdarab, aztán márciusban a Nadrág című produkció kerül ide a színpadra, amelynek a története lehet, hogy egy kicsit elfeledettebb, de azért Feleki Kamil főszereplésével ez a történet is ismert, és az áprilisi előadásunk lesz egy igazán kuriózum, amellyel a Tánc Világnapja előtt is kívánunk tisztelegni. A Nemzeti Tánc Együttes, leánykori nevén a Honvéd Együttes ad majd egész estés színpadi műsort, Sírnak a harangok címmel. Azért is vállalkoztunk arra, hogy egy ilyen zenés produkció is része legyen a bérletnek, mert néhány évvel ezelőtt hasonló konstrukcióban az Állami Népi Együttes bemutatkozására került sor itt a Pataki Színházteremben nagy sikerrel. Reméljük, hogy az a felnövekvő nemzedék, aki itt Sárospatakon a tánckultúrával foglalkozik, szintén fogékony lesz erre a produkcióra. Leghamarabb február 25-én Segítség, én vagyok a feleségem címmel láthat színdarabot a közönség Sárospatakon.